Mindenkinek üdv újra itt a csatornámon! Képzeljétek el, hogy tegnap elértük az 50 000-et! És Tomi a lelkemre kötötte, hogy köszönjem meg neki is, hiszen neki is köszönhetem ezt a számot. Ja, én pedig mindenkitől elnézést kérek, hogy ilyen videóban szerepelek. Ez vagy nem az én világom, de... De Dóri kedvéért mindent. Szóval az a lényeg, hogy megszavaztátok, hogy csináljuk meg a Bean Puzzle-t kihívást, amit egészen biztosan rosszul ejtek ki, de mi arra gondoltunk, hogy annyira unalmas már ez a hagyományos, hogy egy kicsit felextrázzuk, és egy új játékszabályt hozunk létre. 4 kérdést fogunk feltenni egymásnak. Ha Tomi tudja a választ, akkor csak egy sima jelly beans-et kell húznia és megennie. Azonban, ha rosszul tudja a választ, akkor a rossz kaja verzióját kell elfogyasztania. Sorolt fel az első 3 randinkat. Odafőtt tojás az áptojás. Na jó, nem. Az első randink a étteremben volt, a Libertében. Igen. Második a moziban. Igen. A harmadik pedig egy buliban. Ja nem, a harmadik a... A harmadik a glamour gála volt. Hát nyilván az. Ja, de az nem... De várj! Az nem randi de volt. De az randi volt. Nem randi volt, az csak találkozott. Összefutott. Nem, az randi volt. Összefutott, de voltam állásodottam, merre vagyok arccal. Tehát akkor most 3 jól válaszoltam, úgyhogy csak kisebbet szívok, mint hogyha nem tudtam volna a választ. Így van, úgyhogy most ebből fogsz egyet pörgetni. Jó játék ez, tényleg. Ezt ide fel kell tenni, és pörgess egyet. Fű lesz, mert nem, fű? Nem a marihuana, hanem a frissen vágott ja, fű. Ja, ezt amúgy is szeretem. Vagy lime. Hogy, de ezt el kell rágni? Igen. Ez a fű ízű. És milyen? Kedurva, esküszöm fűzelom. Jaj, azt elfelejtettük elmondani, hogy ha nagyon-nagyon rossz és elviselhetetlen az íz, akkor egy ultra csípős wasabi-s chipszel lehet kizárólag leömlíteni, vagy ki kell köpni, vagy idehányni. Milyen színű pulóverben voltam az első randevunkon? Készítem a hányás ízűt. Nyilván nem emlékszel rá ezek szerint. Hát azt mondom, hogy volt alatt egy ink. Jó, de most itt szivatsz engem. Na pörgessed. Mi az? Pont a fehér! Már az elején a legnagyobbat szívok. Babapopsi törlő vagy kókusz? De mivel nekem az igazit kell most kipróbálni, azért most egy babapopsi törlőt kell. De miért? Nem, nyugodtan mehet az. Mi? De te én eltekintek a szabályokra. De ez a lényeg. Csak nyalogasd meg picit. Jó, de ebben nincsen semmi egyébként. Poliszorbát 20, tetraszódium, ceti... Viszont az utóvíze nagyon rossz. Cetilpiridinium, klorid, alantoin, szódium, citrát... Akkor ezekre egy wasabi-s chipset. Fenoxetanol. De van benne még kamilla kivonat is. Úristen, ez nagyon rossz volt. Mikor mondtad ki először az S betűs szót? Sex. Aha, tudom! A wellness hétvégénken Tokajban. Gratulálok, ismét csak pörgetned kell. Hát nagyon jó, vagy hányás, vagy barack, ki ez? Jaj, de jó hányás, úristen, király! Nem jó a hányás volt húzni. Nem szagolgatunk. Tehát hányás vagy barack? Igen. Itt ide tudod hányni, vagy köpni, vagy nem tudom. Hányás. És tényleg? Tényleg az? Adjél ilyet. Ennyire rossz? Nem az is írok, mert visszagondolok az első egybetű szóra a wellnessünkön. Nagyon rossz volt? Kérsz vizet? Nem kapsz. Mi volt az első videó, amit átküldtem neked magamról? Alapvetően kínos, hogy videókat küldöttem magamról, de... ez egészen biztos, hogy a Lenovo, mert az volt a beletető szöveg, hogy Facebookon elkezdjük beszélgetni, hogy küldök valamit Facebookon. Ja, mert pont akkor volt nőnap. Igen. Aha. Hát akkor sajnos ezt eltaláltad, akkor csak pörgetni kell, gyerünk. Lila. Na, milyen az? Én más szín nézek, színes. Ez a büdös zokni? Vagy tutti frutti. Vagy tutti frutti. Na jó, azt hiszem, hogy jól nem félek. Annyira izgalmas. Hát nem tudom. Tutti frutti. De van egy kis különbség a büdös zokni és a tutti frutti között szerintem. Nem, ez tutti frutti. Úgy 800 százalék. Mi
a horoszkópom. De várjál, bika! Oroszlán! Hát nem tudom, hogy ezt most elfogadja. Oroszlán, mert ugye a szűz előtt van, és a szűz előtt az oroszlán van, és nem sok különbség van a kettő között. Hát, hogy dátumra. Jól van, elfogadjuk, de csak azért, mert annyit szívott szegény már be, mert lehet, hogy most is fog. Na, pörgess! Ez a barna. Igen. Ami vagy kutyakaja, vagy csoki puding. Mind a kettőt szeretem. Úgyhogy nekem igazából tök mindegy. Az a mindegyik egyformán büdös, igen, tehát nem igen. Is tudom azt így megmondani. De nem is tehetnéd már vissza, hogy egyszer kihúztad. Kutyakaja. Megint megszívtad. Hát a nyalottózás szerintem. Fúj, de rohadt undorító. Úristen is, tényleg frankon kutya kölyeszagod van most. De hogy hát ma már nem fogunk csókolózni. Hallottam? Mind vesztünk össze először? Akkor vesztünk össze először, amikor nem voltam hajlandó időben bejelentkezni a nőgyógyászhoz, és állati mérges lettél nem, és ki akartál dobni az autóból. Nem. Hát? Akkor vesztünk össze először kicsit, amikor voltunk egy esküvőn, és a 274. fotónál így óvatosan megjegyeztem, hogy talán lehetne egy kicsit jól érezni magunkat a fotózások helyett. Jó, tudom, hogy arra megy ki a játék, hogy megkóstoljam a macska kaját, én vállalom, beleállok a témába, úgyhogy pörges. Ez is a színes, ami a büdös zokni, vagy a tutti frutti. De ez nem jó, mert most abban mit kóstol veszünk? Nem, mert büdös. Nem, ez hülyeség így. Na. Mi volt az első ajándékom a számodra? Na, már veszem is a büdös tojást. Tokátomét el fog bukni, úgy érzem. Haj, pedig erre nem adtak sok ajándékot neked, úgyhogy hát annyira biztos. Nem biztos. Nem fogom tudni. Inkább pörgetek. Nem, mert nem tudja. Závada Péter, ahol megszakadt könyvecske, az volt a legelső. Jaj, tényleg. Pörgess nagyon gyorsan. Remélem, hogy a macska fejet fogok pörgetni. Nagyon jó. Tutpasta. Fokre. Tutpasta? Tutpasta. Tutpasta. Ez a sós, ez nem egy jó mentolos fokrém. Azt kell tudni, hogy ez fluoridos és húsos. Úgyhogy... Fluoridos. Na, edd meg szépen. Jaj, tudod, ez nagyon rossz. Tudom, azért, edd meg. Nem. Milyen? Szar. Szerintem ez még talán rosszabb, mint a hányás, nem? Gondolj be, hogy minden este ezzel mosok folyt, mert vérzik a fogam. Borzalmas, amúgy tényleg. Lehet, hogy úgy lecsíp, inkább figyázom ki a dancsó, mint egy ilyen videó még egyszer. Hány szőrszál van Leo? Na jól van, Tomi! Amikor Horvátországban voltunk nyaralni, Horvátországban nyaraj. Akkor volt az a nagy felfújható hattyút, vagy mi a... Igen, a hattyú. Vittem fel a hátamon az utcán, és ott egy turista csoporttal az egyik kávézóban, és beszmodaszoltam nekik valamit, amin mindenki elkezdett nevetni. És mi volt az a dolog, amire el akartam cserélni ezt a hattyút? Á, megvan! A kutya! Igen. Ah, yes! Tuti, hogy most büntetni fog engem az élet. Ez az! Kocs. Romlott tojás, vagy vajas popcorn? Elvileg a romlott tojás a legrosszabb az összes között, úgyhogy készítem a hányos izét. Remélem, hogy a romlott tojás. De az egészet kap be. Azt is edd meg. Ez romlott tojás. Akkor azt is edd meg gyorsan. Úristen, de rohadt büdös! Atya, úristen! Nevezik égi igazságszolgáltatásnak. Mondanám, hogy sajnálok, de sajnos ez nem igaz. Igazán remek játék volt, örülök, hogy részt vehettem ezekben a csodás videóban. Bármikor máskor soha. Na, szóval köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és persze azt is nagyon köszönöm, hogy elértük az 50 000 hihetetlen érzés. Ha szeretnétek... Valószínűleg nem az ilyen tartalmak miatt sikerült ez hozzáteszem. Ha szeretnétek még Tomit látni a csatornámon, ezt a nagyszerű embert, aki még ezt is bevállalta a kedvemért, akkor iratkozzatok fel a csatornájára, kövessétek be Instagramon a kukac Tokár Tomi, felhasználó néven már csak azért is, mert szegény, annyira megérdemli ezután a hányás ízű cukorka után. Nem, mint a szüksége lenne rá, de egyébként jön a új videó nem sokára. Engem pedig a kukac Chloénosz felhasználó néven találtok Isten, és rám is iratkozzatok fel, Léci. Akarsz még valamit?
Nem, elmegyek hányni a stratégen. Hamarosan újra találkozunk. Addig is. Sziasztok.